Fejlesztési terv. Nem mindenki támogatja a kormányban azt az 50 milliárd lejes tervet, amelyet a Cseke Attila vezette fejlesztési minisztérium dolgozott ki. Ez a korrupció melegágya, állítja az Uszeré Plusz. Marosvásárhely. Városi vasút kiépítése is szerepel a marosvásárhelyi városvezetés tervei között az uniós helyreállítási terv keretében. Ez azonban a városi közlekedési hálózat teljes átszervezését feltételezi. Torockó. Koncertekkel, táncházakkal, sporttevékenységekkel, gyalogtúrákkal és irodalmi programokkal várja idén a fesztiválozni vágyókat a tegnap kezdődött és szombatig tartó torockói Double Rise. Köszöntöm Önöket a híradóban! Felszólította a kormánykoalíciót az Expert Fórum szervezet, hogy tegye átláthatóvá a tervezett helyi fejlesztések országos programjának kidolgozási folyamatát. A szervezet ugyanakkor úgy véli, hogy a közpénzekre is kihat a Ludovik Orbán és Florin Kücsú közötti küzdelem a Pénéli elnöki tisztségéért. A programot egyébként nem támogatja az Uszeré Plusz Szövetség, és ez további feszültségeket eredményezhet a koalícióban. A Kücsú kabinet szerdán tárgyalta első olvasatban azt a kormányrendeletet, amelynek értelmében újabb településfejlesztési programot indítana a kormány. Erre a tervek szerint 50 milliárd lejt különít majd el a kabinet a helyi úthálózat, víz, szennyvíz és gázhálózat kiépítése és korszerűsítése érdekében. Az Expert Fórum civil szervezet, röviden EFOR, azonban kifogásolja a tervet. A szervezet levelet küldött Florin Kücsú miniszterelnöknek, Ludovik Orbán képviselőházi elnöknek, valamint Dán Bárná és Kelemen Hunor kormányfőhelyetteseknek. Ebben úgy fogalmaznak, hogy a helyi infrastrukturális beruházások közvetlen vagy a tartalék alapból történő finanszírozással is a tökéletes melegágyai a haszontalan befektetéseknek és a helyi korrupciónak, és felszólította a kormányt, hogy átláthatóan dolgozzák ki a programot. Az EFOR ugyanakkor azt állítja, hogy a Nemzeti Liberális Párt tisztújító kongresszusa előtt a szemben álló Ludovik Orbán, illetve Florin Kücsú a klientelizmus csúcsra vívő Törícsánú korszak áldatlan közpénzosztogatásait idéző praktikákkal próbálja elnyerni a polgármesterek támogatását. Az új helyi fejlesztési projektet az Uszeré Plusz Szövetség sem támogatja. Facebook bejegyzésben azt írják, szükség van fejlesztésekre, de nem ilyen jellegű programok révén, amelyek gyakorlatilag a közpénzek politikai alapon történő kidobását jelentik. Erre válaszul a Pénéli alelnöke Laurencio Laureanu ugyancsak Facebook bejegyzésben azt írta, szükségszerű helyi fejlesztések országos programjának elindítása, az Uszeré Plusznak pedig már ideje lenne megértenie, hogy már nincs ellenzékben. A kormányt alkotó két nagyobbik párt között amúgy is feszült a viszony, és vélelmezhetően felerősödhet a puskaporos hangulat a projekt kapcsán. Nyilvánosságra hozta Florin Kücsú kormányfő a minisztériumok költségvetésének végrehajtásáról szóló 6 hónapos adatokat. A miniszterelnök Facebook bejegyzéséből elsősorban arra derül fény, hogy egyetlen szaktárca sem tudta elkölteni 100%-ban a számára kiutalt pénzösszeget. A leggyengébben a Virgil Popescu által vezetett energetikai minisztérium teljesített 28%-kal, de Claudio Nesz új gazdasági tárca vezető sem remekelt a mindössze 46%-os teljesítménnyel. A Táncos Barna által vezetett környezetvédelmi tárca is a sereghajtók közé tartozik 67%-os költségvetés végrehajtással. A listavezetők az igazságügyi és a munkaügyi tárca 96%-kal, illetve az oktatási és a pénzügyminisztérium 95%-kal. A Cseke Attila által vezetett fejlesztési tárcának 83%-os, a Novák Eduard által vezetett sportminisztériumnak 91%-os a költségvetés végrehajtása. Korábban Florin Kücsú kormányfő azt mondta, aki gyengén teljesít, ne számítson pénzre a soron következő költségvetés kiegészítésekkor. Ambíciózus tervet jelentett be a napokban Sós Zoltán marosvásárhelyi polgármester. Az országos helyreállítási terv keretében az önkormányzat városi vasút kialakítására pályázna. Ennek megvalósítása azonban hosszú időt és jól átgondolt megoldásokat igényel.
Miután az elmúlt hetekben a Marosvásárhelyi városvezetés több kritikával is illették, hogy nincsenek projektjei az országos helyreállítási tervet illetően, Sós Zoltán polgármester közölte, a városnak vannak előkészületben álló pályázatai, amelyeket a PNRR-é hivatalos elindítása után fognak letenni. A Maros-Szentkirályi Maroshíd, amely az autópályával köti össze a mezőséget, illetve a város mezőségi részét, az elővárosi vasútfejlesztési projekt, illetve, habár nem a város teszi le a pályázatot, de a mi kérésünket is figyelembe vették, a Gyas-Marosvásárhely autópálya első szakaszát szintén bevették ebbe a projektbe, ami Nyárátő és Nyárátszerda között fog megépülni. A városi vasút kialakításának terve már hosszú évekre nyúlik vissza, és megvalósíthatóságát tekintve a legösszetettebb projekt, hisz a település szerkezetének teljes átszervezését igényelné. A vonat érkezésére várnak a gépjárművezetők ennél a Marosvásárhelyi vasút átkelőnél. Most naponta csak néhány alkalommal kell hosszú sorokat állni a sorompóknál, a városi vasút azonban egész napra megbénítaná az autós forgalmat. A járművek közlekedése összesen 8 átkelőnél okoz dugókat, így Marosvásárhely struktúrája ebben a formában nem teszi lehetővé a városi vasút bevezetését. A híradónk által megkérdezett szakember szerint az elképzelés megvalósítható, de hosszú évekbe telne a kivitelezés. A forgalmi dugók elkerülése végett, a városi vasút bevezetését egyrészt aluljárókkal lehetne megoldani. Noha ez költséges lenne, kevésbé zavarná a lakosságot és az autósokat is. Figyelni kell azonban arra, hogy a járművek milyen útvonalakon haladnának, hisz a föld alatt különböző örökségvédelmi és archeológiai zónák is lehetnek. Egy másik lehetséges mód a felüljárók kialakítása, véli Hegedűs Noémi. A felüljáró szempontja, tehát az a lehetőség is egy nagyon jó megoldást mutathat, de ott kell vigyázni arra, hogy esztétikailag, dizájn szempontjából, hogy ez hogy lesz kivitelezve. Mennyire tudják fogadni az ott lakók, mennyire inkadrálódik urbanisztikailag, esztétikailag, architekturálisan, szociálisan igazából ez az egész térkialakítás. A legoptimálisabb megoldás mégis az lenne, hogy a vasúthálózatot teljes mértékben a városon kívül építsék, és szükség esetén mindkét verziót felhasználják, véli a szakember. Tájékoztatást szervezett a csíkszeredai tömbházak hőszigetelési programjába való jelentkezés feltételeiről a városvezetés. Az elmúlt években több épület hőszigetelését fejezték be a megyeközpontban, máshol még zajlanak a munkálatok, de a közeljövőben újabb épületek kerülnek sorra a program révén. Ez nem csak hőszigetelés jelent, hanem például a nagyobb tömbházaknál, ahol liftrendszerek vannak, a liftek energiahatékonyságának a javítását, a felújítását is jelentetek. Nem csak a hőszigetelést és a nyílászárók cseréjét, de a liftek korszerűsítését is elvégzik az elkövetkező 10 évben felújításra kerülő csíkszeredai tömbházak esetében, hangzott el a mai Városházán tartott sajtótájékoztatón. A következő Európai Uniós finanszírozási időszakban nem csak a regionális operatív programból, hanem a Európai Uniós alapból is sokkal nagyobb léptékű finanszírozás lesz energetikai rehabilitációra, mint ami eddig volt a 7 éves ciklusokban. Ezért Csíkszeredának a jó tapasztalatát tudjuk kamatoztatni, és sokkal több házat tudunk egy rövidebb időszak alatt bevinni ilyen programba, és a lakóknak utána átadni. A város vezetősége a lakókkal közösen szeretne prioritási listát készíteni, ehhez várják a lakószövetségek együttműködését is. Csíkszeredában 296 tömbházból 102 van leszigetelve már, vagy finanszírozási szerződés aláírva a rehabilitási program keretén belül. Ez egy 34%-os lefedettséget jelent. Országos szinten ez egy elég szép szám, amire büszkék vagyunk, és ezt szeretnénk folytatni. 194 tömbház vár még hőszigetelésre. A szigetelésre váró tömbházak 104 lakószövetségi társuláshoz tartoznak, ezeket a napokban levélben fogja megkeresni az önkormányzat. A lakószövetségek szeptember 10-éig juttathatják a tervezett munkálatokkal kapcsolatos észrevételeiket a csíkszeredai polgármesteri hivatalba. Ezek alapján várhatóan az októberi testületi ülésen napirendre tűzik a prioritási listát, azt, hogy milyen sorrendben kerüljenek sorra a szigetelés nélküli tömbházak. A járvány idején is csábító volt a romániai orvosok körében a munkahelyváltás, illetve a külföldi munkavállalás. Egy felmérés szerint 4 óránként egy orvos elhagyja Romániát.
Az utóbbi két évben Bukarest, Temes és Jász megyében volt a legmagasabb ez az arány, Kovászna-Gyurgyó és Kölörás megyében pedig a legalacsonyabb. A jelenségről dr. Vas Leventét, az Egészségügyi Minisztérium államtitkárát kérdeztük. Hiába a megemelt fizetés, még mindig csábító a munkahelyváltás, illetve a külföldi munkavállalás a román orvosok körében. Egy felmérés szerint 2020-ban 2713 orvos kért olyan igazolást az Egészségügyi Minisztériumtól, amely szükséges a külföldi munkavállaláshoz. Ez a szám a 2019-es adatokhoz képest 25%-os visszaesést jelent, ugyanis tavaly előtt 3015 igazolást kellett kiadniuk a hatóságoknak. Viszont a tavalyi igazolások száma majdnem egyezik a 2018-as adatokkal, amikor 2312 ilyen iratot állítottak ki az országot elhagyni kívánó orvosok számára. Érdekes módon ezeknek az orvosoknak a száma évről évre nő, ez pedig azzal függ össze, hogy az országban 13 egyetem biztosít orvosképzést a fiataloknak, mondja dr. Vas Levente, az Egészségügyi Minisztérium államtitkára. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy Romániában orvos túlképzés van. A romániai egészségügyi rendszer, a romániai oktatási rendszer, ismerve azt is, hogy nagyon sokan elhagyják az országot, ez egy menő szakma, ha így fogalmazhatunk, több orvost képez, az egyetemek több orvosnak adnak évente oklevelet. Hozzátette, ebben a jelenségben több más tényező is közrejátszhat, a jó fizetés mellett nem érkezik be a szükséges innováció 40%-a a finanszírozás hiánya miatt. Így az orvosok inkább Izraelt, Nagy-Britanniát, Hollandiát választják. Az utóbbi két évben legtöbben, azaz 1098 orvos Bukarestből, 775 Temes, illetve 751 Jász megyéből vándorolt el. Míg Kovászna, Gyurgyó és Kölörás megyékben a két év során egyenként összesen 4 orvos választotta a külföldi életet. A Mentsétek meg a gyermekeket szervezet a romániai kiskorúak helyzetéről végzett felmérést, amely során azt vizsgálták, mennyire befolyásolta életüket a koronavírus járvány. A tapasztalt problémákról szakemberek jelenlétében számoltak be. A koronavírus járvány megfékezésére bevezetett különféle korlátozó intézkedéseknek drámai kihatása volt a gyermekekre és fiatalokra. Félelem, szorongás, bizonytalanságérzet jellemezte az időszakot a gyerekek jelentős hányadánál, mutatott rá a Mentsétek meg a gyermekeket szervezet. Egy a romániai kiskorúak helyzetét vizsgáló felmérésükből kiderült, hogy minden harmadik gyermek szorongással küzdött. A pszichológusi segítségre szoruló kiskorúak 90%-ánál a lelki problémák között volt a járvány okozta változások, életmódváltás, bezártság és elszigetelődés. Ismertették a jelenségeket egy online beszélgetés keretében. A szorongás és a depressziós tünetek nagyon felerősödtek a járvány ideje alatt. Természetesen a pandémia előtt is találkoztam már olyan gyermekekkel, akik ezekkel küzdöttek, de nem ekkora intenzitással. A tavaly tavasz óta tartó járvány a gyermekek szüleit is nagyon megviselte. Egy 3 gyerekes édesapa beszámolója szerint az jelentette a legnagyobb kihívást, hogy elfoglaltságaik miatt nem tudtak mindig olyan megoldásokat találni, hogy segíthessék gyerekeiket könnyebben átvészelni a járvány ellenes korlátozások időszakát. Olyan időszakban élünk, amelyben mi szülők is stresszeljük szegényeket, és nyomást gyakorolunk rájuk. És ami az iskolát illeti, a tanárok, az iskolaigazgatók és mindenki más ezt teszi velük. Mert nekik is elegük lett ebből a járványból. Csak a különbség köztük és a gyerekek között nyilvánvaló. Ők 30, 40, 50 évesek, a gyerekek 8, 9, 10, 12. Tehát, ha már iskolába küldjük őket, valahogy meg kellene kímélni őket a stressztől. Ennek másik vetülete, hogy a koronavírus járvány miatt felfüggesztett, sokáig szünetelő iskolai tevékenység és az online oktatás csökkentette a gyermekek és fiatalok érdeklődését, fogékonyságát a tananyagok, de általában a tanulás és az iskola iránt is.
A tanév elején mindenki vissza akart menni az iskolába, a második fél évben azonban szilveszter után valahogy senki sem akart. Ennek az az oka, hogy hosszú időt töltöttek otthon, stabilak maradnak egy adott környezetben, és megváltozott a viselkedésük, másokkal való viszonyuk, és így már nem akartak visszatérni. Mint kiderült, a legtöbb aggodalom, negatív életérzés azoknál a gyerekeknél keletkezett, ahol a családban voltak COVID-19 megbetegedések, netán elhalálozások is. A gyermekvédelmi szervezet munkatársai a járvány kezdete óta 678 kiskorúnak nyújtottak intézményi segítséget a lelki problémák miatt. Noha már 2019-ben megérkeztek a marosvásárhelyi óvodáknak szánt játszóeszközök a magyar kormány kárpát-merencei óvodafejlesztési programjának támogatásából, azóta sem szereltették fel azokat, mivel a régi városvezetésnek ez nem volt prioritás. Most azonban az RMDS, illetve az RMPS közbenjárásával 14 óvodában korszerű játszóeszközök várják a szünidőről visszatérő gyerekeket. Marosvásárhelyen áprilisban jelentették be, hogy kimozdítják a holdpontról az előző városvezetés játszóeszközök felszerelésével kapcsolatos múlasztásait. A város 14 óvodájába szereltek fel korszerű játszóeszközöket. Tamási Zsolt oktatásért felelős városi tanácsostól megtudtuk, a játszóterek korábbi felállítása azért nem történt meg, mert a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 2019-ben nem adta meg az ehhez szükséges építkezési engedélyt. Miután sikerült beazonosítani, hogy hol akadt el a történet, akkor az új csapatnak most már kicsit könnyebb dolga volt a hivatalban, hiszen Sörös Zoltán polgármesternek az irányítása mellett egyértelműen utasítások érkeztek a hivatal igazgatóságaihoz, hogy ezzel az ügyel foglalkozni kell. És akkor sorra utána jártunk azoknak az engedélyeknek, amelyek még hiányoztak, azonnak az utolagos ellenőrzéseknek, amelyekre még szükség volt. Vince Csilla óvodaigazgató viccesen megjegyezte, 2 évkorát kellett a játszóeszközökről letörölni, ugyanis ezek már 2019 óta az óvoda tulajdonában vannak, ám eddig a raktárban porosodtak. 7 nap alatt sikerült felszerelniük ezt a játszóteret, amit megtehettek volna már tényleg 2 évvel ezelőtt. 2019. januárjában már az óvodánk udvarán voltak ezek a játékeszközök, azóta itt álltak használatlanul. Hát a fecske napköziben 300 óvodás gyerek jár, úgyhogy ez nagy élmény lesz a gyerekeknek szeptembertől kezdődően. Nagyon örvendünk, és köszönjük persze az RMDS-nek a közbenlépését. Az ígéretek szerint új játszóeszközöket kap szeptemberig a marosvásárhelyi Méhecske napközi, a Szent János Bogár napközi otthonos óvoda, a normál programmal működő Cinege óvoda, az Arlecchino napközi, a Gyerekvilág napközi otthonos óvoda, a Mampel napközi, a Napsugár napközi otthonos óvoda, a Stefánia és a Fecske napközi otthonok. Továbbá a 6-os számú, a 10-es számú, a 11-es számú és a 12-es számú napközik. Az elemeket a 16-os számú óvodában is felszerelik, de adminisztratív okok miatt valószínűleg 1-2 hónap csúszással. Koncertekkel, táncházakkal, sporttevékenységekkel, gyalogtúrákkal és irodalmi programokkal várja idén a fesztiválozni vágyókat a tegnap kezdődött és szombatig tartó torockói Double Rise. A fesztivál nyitónapján stábunk is ott volt, mutatjuk, hogy milyen volt a hangulat. Muzsika és jókedv várta a torockóra érkezőket a csütörtökön kezdődött 5. Double Rise Fesztiválon. A résztvevők értékelték, hogy a szervezők annak tudatában is belevágtak a rendezvény szervezésbe, hogy bármikor, bármi keresztül húzhatja a számításokat a járvány miatt. Mindenképpen úgy voltunk vele, hogy megvesszük a bérletet, el fogunk jönni, és akármilyen buli is lesz, mi megduplázzuk, és itt leszünk, és nagyon jól fogjuk érezni magunkat, úgyhogy hálásak vagyunk a szervezőknek, hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, és ez a látvány az, ami semmi nem kárpótol. Lehet menni Effortra, lehet menni Szigetre, de itt a Székelykő lábánál bulizni, ez az, ami egyedi, amit semmi más nem tud megadni, csak a Double Rise Fesztivál. A fesztiválon nem szokatlan a kisgyerekek jelenléte sem, hiszen a Double Rise családbarát fesztiválként is definiálható. A helyi lakosok részéről is pozitív visszajelzések érkeztek. Népesedik a község, lakos, vagyis a több nép járja a falunkat, és jó dolog, mert még újabb dolgokat látunk mi is, és találkozunk emberekkel. Megnyílt egy kicsit az élet, mert eléggé le volt állva minden mozgás, turizmus,
Gondi Mátyás főszervező elmondta, a tavalyi elmaradt rendezvény után a legfontosabb az együttlét, hiszen a Szórvány Magyarságban az erdélyiek a Magyarországról és Felvidékről érkezők is találkozhatnak és szórakozhatnak. Nappal a kultúrái, éjszaka pedig a szórakozási a főszerep. Aki ma este venne részt a fesztiválon, a következő fellépőkkel találkozhat 21 órától kezdődően. A Folkudvarban a Parnogrosz fogja szórakoztatni a közönséget, ami az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyon nagy népszerűségnek örvend. Nagy színpadra várjuk Anna and the Barbie-t, Vadfruttikat, és még többeket is. Szombaton 21 órától a Kistehén zenekar utolsó erdélyi koncertjét adja, mielőtt végleg feloszlik, de fellép a Bohemian Betyársz és a Csángáló zenekar is. A fesztiválra csak azok a személyek léphetnek be, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, vagy negatív koronavírus tesztet tudnak felmutatni. A helyszínen lehetőség van gyors tesztet végezni, így a háromnapos fesztivál sikerének semmi akadálya, a szervezők nagy érdeklődésre számítanak. Egyelőre pihenni kíván Ince Kriszta, sporttal folytatjuk. Egy álma vált valóra az olimpiai részvétellel, ám a tokiói szereplés hiányérzetet hagyott Ince Krisztában, a sepsiszentgyörgyi birkózó lányban. A szerzett tapasztalatot Párizsban kamatoztathatja, egyelőre azonban pihenni kíván. A romániai küldöttség egyetlen olyan birkózója volt a sepsiszentgyörgyi Ince Kriszta a tokiói olimpián, akinek sikerült mérkőzést nyernie. A Vigaszágon lett volna esélye az éremre, azonban a lett Grigorjevá ellen úgy érzi, hogy a tapasztalatbeli különbségen ment el a meccs. Volt 2-3 olyan akció, ahol technikailag hibáztam és pontot adtam. Nem, én nem szoktam hamar pontokat adni, de itt most sajnos így jött össze, és Ezt ki kell majd javítanom a jövőre nézve. A sportági szövetség a tokiói eredménytelenség miatt egyelőre feloszlatta a válogatottat, menesztette a szövetségi edzőket, a sportolókat pedig hazaküldte a klubokhoz. Ince Kriszta elmondta, szüksége van egy kis pihenésre, és azt sem bánja, ha egyelőre nem kell edzőtáborba vonulnia. Fizikailag, hanem pszichikailag is úgy lefáradtam. Úgy szükségem van erre a szünetre most, hogyha nem is lesz válogatott, akkor örvendenék én annak is, hogyha szeptemberben is itthon lennék. Itthon is tudok edzeni, ezzel nincsen probléma. De szeretnék inkább az itthoni környezetben maradni, mint hogy visszamenni a válogatottba. Az biztos, hogy októberben Norvégiában világbajnokság következik, az első verseny, amelyen meg lehet alapozni a Párizsba vezető utat, hiszen Kriszta még Tokióban megígérte, hogy a következő olimpiára visszatér. 5 olyan sportolót mutatott be a Marosvásárhelyi Városi Sportklub, akik eséllyel szerezhetik meg a részvételi jogot a 2024-es Párizsi olimpiára. A bejelentésre összehívott sajtótájékoztatón elhangzott, a klub átszervezése a nulladik Momentumhoz érkezett. Nehéz időszakon jutott túl a Marosvásárhelyi Városi Sportklub, amely az elmúlt évben elsősorban azzal volt elfoglalva, hogy az előző városi adminisztráció alatt felhalmozott adósságokat törlessze, a szakosztályokat pedig úgy szervezze át, hogy fenntarthatóan működhessenek. Első lépésként 5 olyan helyi sportolót mutattak be, akiknek van esélye megszerezni a részvételi jogot a párizsi olimpián. Fángli Henrietta, Mészáros Balázs és Lucián Nikusán úszókat, akik eddig más városok klubjaiban szerepeltek, Bartolis Károly edző irányítja. Míg az éppen az U23-as világbajnokságra készülő, ezért hiányzó Bíró Krisztián és Georgiana Lirke birkózókkal Gyarmati Ferenc foglalkozik. Utóbbi az iskolás sportklub igazgatója is egyben. Az iskolás sportkukletén keresztül készülnek, onnan versenyeztessük, tehát finanszírozzunk mindent, amit mi tudunk adni, de ahhoz, hogy a városi sportklubból is jön egy plusz, az ennek csak örvendeni tudunk. Így van, reménységünk van, hogy mindkettő 2024-be kijut az olimpiai játékokra, tényleg ebben meg is van minden esélyük. Most jutottak el a VSK-nál oda, hogy végre tiszta lappal kezdhetik meg az építkezést, mondta el Szász Gáspár Barnabás, a klub egyelőre ideiglenesen megbízott igazgatója. Tudom, hogy az elnyi sportokra nem volt nagyon nagy hangsúly fektetve, és sajnos ez egy nagy probléma volt, ha bár nem is igényelnek nagy költségvetést, érdemes őket hazahozni, és itten készüljenek fel, és sportoljanak nekünk, mert nagyon szép eredményeket értek el.
és ez nagyon fáj volt Vásárhelynek. Hozzátette, éppen ezért az egyéni sportokkal kezdték az újjáépítést. Ami a csapatjátékok újjáélesztését illeti, a sokkal bonyolultabb feladatnak ígérkezik, egyelőre helyi sportolókra támaszkodnak. A magas szintű teljesítménysporthoz így próbálják megteremteni az alapot, de olyan együttesek fenntartásához, amelyekben komolyabb összegeket kérő profik foglalkoztatása elengedhetetlen az eredményességhez, tőkeerős szponzorok bevonására lesz szükség. Ez volt a híradó. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép hétvégét kívánok, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.